Díjazta a tanügyminisztérium azokat a diákokat, akik a tavalyi tanévben jó eredményt értek el nemzetközi versenyen. Mécsád Dumitru tanügyminiszter beszédében arra bátorította a diákokat, hogy egyetemi tanulmányaik után Romániában folytassák szakmai pályafutásukat. Erdélyi magyar diákokat is díjaztak kiemelkedő eredményeikért Bukarestben. Baja Zsolt a székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium végzős diákja. A Budapesten megszervezett nemzetközi magyar matematika versenyen harmadik lett. A továbbiakban is matematikát tanulna, első lépésben Kolozsváron. Úgy tervezem, hogy az egyetemnek a mesteriét per doktoriát mindenképpen külföldön végzem, és szerintem akkor ott már le is telepedek, mert sokkal jobb lehetőségek vannak a kutatói állásos, én inkább ebben a pozícióban szeretnék elhelyezkedni. Ugyanezen a versenyen szintén harmadik helyezett lett a marosvásárhelyi Szabó Ágnes. A Bolyai Farkas elméleti liceum diákja még nem hozott végleges döntést. Kiemelkedő eredménye ellenére most elsősorban a következő lépcsőfokokra koncentrál. Gondolkodtam azon, hogy menjek ki Budapestre egyetemre vagy Kolozsvárra. Még nem döntöttem el, de szeretnék informatikát tanulni, és mellette esetleg még matematikát is. A továbbiakban hát még nincsenek konkrét terveim, céljaim, hogy mit szeretnék csinálni, de úgy gondolom, hogy itt fogok maradni Romániában. A tanügyminisztérium 202 diákot, 215 felkészítő tanárt, illetve 100 iskolát díjazott. A romániai kiváló tanulmányi eredményeket elérő középiskolások közül egyre többen választják a külföldi továbbtanulást, közülük pedig sokan nem térnek már vissza az országba.